Hiába csöngettek be szeptember elején az iskolákban, még várják a beiratkozókat a technikumok, mondta stábunknak a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara irodavezetője. Azok az érettségizett, 20 év alatti fiatalok jelentkezhetnek még, akik szakmát tanulnának. Ez több előnyel is jár. Első szakma esetében nem csak az állami ösztöndíj jár, hanem 20 éves korig jár a családi pótlék és a szülőknek, és ugye diákigazolványt is kapnak a, a diákok, és a sikeres végzésük során pedig egy egyszerű pályákezési juttatás is ad az állam mindenki számára. Előnyt jelent a szakmai végzettség akkor is, ha a felsőoktatásban tanulnának tovább. Megfelelő szintű szakmai technikus oklevél, emelt szintű érettségének számít, ezért könnyebben lehet majd a technikus oklevél birtokában tovább tanulni felsőoktatási intézményekbe. Még szeptemberben beiratkozhatnak, így elkezdhetik a képzést a fiatalok, mondja Piacsek László. Érettségivel két évig tart a technikusi képzés. Az intézmények várják a felnőtt képzésre is a jelentkezőket. Az idősebbek érettségivel szintén technikumiok levelet szerezhetnek. Az ő képzésük szintén két tanévet vesz igénybe.